A Réfalut és a várost összekötő hidat még 2011-ben kezdték el felújítani a szakemberek, akkor a kerékpárutat szélesítették ki. Július közepén pedig nekiláttak a gyalogos járda kiszélesítésének. A felújítás során elbontották a járdaburkolatot, a vasbeton járdalemezt, a gyalogjárdahoz tartókat és a korlátot is. A gyalogosok így most csak a híd egyik oldalán, az autósok pedig lámpás irányítással egy sávon közlekedhetnek. Szerdától azonban csak kerékpárral, illetve gyalog lehet majd közlekedni az átjárón, ugyanis a szakemberek elkezdik a járda burkolatát kialakítani, és a buszok, autók okozta rezgések nem tennének jót a friss burkolatnak. A lezárás augusztus 14-től augusztus 21-ig tart majd.